210 éves Pannon Filharmonikus ugye komoly múlttal rendelkezik, Magyarország egyik legkiválóbb szimfonikus zenekara, a Kodály Központ rezidens zenekara, nem beszélve, hogy a Nemzeti Zenekari cím birtokosa, ők fognak egy komoly koncertet adni. Ezekkel a szavakkal ajánlotta korábban Ruff Ferenc, az önkormányzat külkapcsolati és rendezvényszervezési referense, a térzene program felelőse, a Pannon Filharmonikusok koncertjét. A pécsi zenekarra sokan voltak kíváncsiak június 20-án, az Erzsébet nagy szálloda udvarán, még az utcáról is akadt hallgatóság. Bánfalvi Zoltán játszotta a hegedű szólót Vivaldi négy évszak című oratóriumának nyártételében. Emellett a zenei irodalom klasszikusainak népszerű műveiből adtak elő a filharmonikusok ezen az estén. Vezetőjük Horváth Zsolt is elkísérte a zenekart Paksra. Nagy szeretettel érkeztünk. Néhány alkalommal a Pannon Filharmonikusok felléphetett az önök csodás városában, de most már azért ennek jó néhány éve, hiszen a pandémia megszakította azt a koncertsorozatot, amelyben a régió városaihoz kapcsolódtunk. Pécsi művészeti műhelyként mindig is felelősségünknek és feladatunknak és lehetőségünknek éreztünk, hogy a régió fontos városaiban megjelenjünk. Paksra interaktív, könnyed műsorral érkeztek. Rossini Telvil most nyitányával kezdjük, és aztán nagyon sok magyaros zene van, magyar zeneszerzőktől, Weinertől, Kodálytól, kis töredékek tulajdonképpen. Arra törekedtünk, hogy ez a bő egy órás műsor, ez nagyon-nagyon színgazdag legyen, és inkább több, de rövidebb zenemű hangozzon el, és nem a térhez igazodva, nem egy nagy volumenű szimfóniával készültünk, és a végén természetesen könnyedebbé válik ez a műsor, és néhány Strauss polka keringő is megszólal. A Pannon Filharmonikusok fellépéséről bővebben is beszámolunk Paletta magazinunkban. A komoly zenét népszerűsítő térzene program június 23-án csütörtökön este folytatódik a Slide by Slide Harsona Quartet koncertjével a Templom téren.